Nyíregyháza 18. századi újratelepítésének 266. évfordulóját ünneplik idén a Városnapi Program sorozattal. Ez emléklapok átadásával kezdődik, amelyeket a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékek képviselői kapnak, majd koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezés következik, amelyen a hagyományokhoz híven a testvérvárosok is tiszteletüket teszik. Lengyelországból Zsesov, Bielszka, Biela, Eperjes, Szatmár Németi, de a jubiláló testvérvárosi kapcsolatokat külön is ünnepeljük. Most kettő ilyen lesz. Kirjákmockén a 20 éves évfordulója van a testvérvárosi kapcsolatoknak, Ivano-Frankivszka pedig 15 éves kerekszámú évforduló. A további programok között a gyerekek és a felnőttek is találnak érdekességeket, a nap zárásaként például a Huligánszad élő koncertet a Kossuth téren. Ahogy az elmúlt években, idén is kiegészíti a Városnapot a Szelektív Szombat, amelyet már 11. alkalommal rendeznek meg. Ennek célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. Nagyon sok forrás és nagyon sok beszerzés történt meg az utóbbi időben a vidékünkön, a környezetünkben, ahol az eszközök a rendelkezésállást biztosították. Viszont nem elegendő az eszközök és a rendelkezésállás, nem elegendő a kuka és a szelektív kuka. Fontos megtanítani a lakosságot, hogy miként kell helyesen gyűjteni a hulladékot ahhoz, hogy a hulladékgazdálkodás az hatékony és gazdaságos legyen. A sipkaisok idén is megsütik a város tortáját, a 2500 szeletes szabolcsi tejfölös diótortát, amely többek között 45 kg dióból, 50 liter tejfölből és 1100 tojásból készül majd el. A hagyomány ugye az a tejföl megjelenése a tortába, de ugye ez egy teljesen új köntösben fel fog bújni egy vanília krémbe, amely előjön a vendégeknek, ugyanakkor mégis rejtve marad, és olyan textúrák, olyan elemek lesznek benne, majd minden egyes falatnál, minden egyes rétegnél újabb élményt fog adni majd a kóstolónak. Egy pirított dió réteg is lesz benne a tésztában rejtve, amikor harapja, akkor érzi azt, hogy ez a kellemes karamellás dió íz a szájában megérzi, és a baracki íznek a dióval való házassága szintén egy olyan élményt ad, amely nagyon kevés süteménynél hozható ez vissza. Szombaton Nyíregyházára érkezik a 11. Mercedes-Benz Classic csillagtúra is. A közel 80 darab, 30 évnél idősebb autókból álló oldtimer túra résztvevői 10 óra 45 perctől folyamatosan érkeznek majd a Kossuth térre.